hullám van születendőben, amikor a természetes szépség van a fókuszban, mindenféle beavatkozás nélkül, és erről fogunk beszélgetni. Itt van velünk Szabó Doris, jó reggelt kívánom. Szépségmentor, de itt van velünk Dr. Pataki Gergely is. Meg akartam, mert téged nem láttalak, hogy mondta, még nem ősz itt bent. Egyszer csak itt termett. És egy picit menjünk el ebbe az irányba, hogy vajon a természetes szépség most mennyire dominál? Milyen távol jutunk egymástól, nem? Két ellentét? Vagy, de lehet, hogy két segítő foglalkozás. Igen, hát most az apropója ennek talán az, hogy Pamela Anderson, ugye smink nélkül jelentkezett az egyik ilyen divat bemutatón, vagy közösségi eseményen, és hát ő önazonos szeretne lenni, nyilván rengeteg plasztikai beavatkozása volt, és ezek többnyire jól sikerültek, remélhetőleg. És most hány éves? Hát 56 éves egyébként. 56 éves, és ő mindig azért fiatalon néz ki, most önazonos. Hát most ezen a képen ugye megvilágítástól függen, akár vehetjük úgy is, de ő most nem rakott föl sminket, tehát ez a ugye test. Vajon, hogyha használ valaki fiatalon botoxot és különböző beavatkozásokat, nem fog kinézni idősebbnek idősebb korában? Hogyha megfelelő mértékben használja, megfelelő helyre adja, hogyha megfelelő szakember juttatja be is jó anyagot, akkor nem, akkor alapvetően ez egy megelőzési célt szolgál, hogy a dinamikus ráncok ne alakuljanak statikus ránccá, tehát hogy a túlmozgás ne mélyítse el azokat a bőrredőket, és egy nagyon természetes eredményt lehet kialakítani, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a kevesebb több. Doris, te mit gondolsz mindenről? Én azt gondolom, hogy manapság túlzásokba esünk, tehát nagyon végletekbe gondolkozunk. Vagy az van, hogy teljes naturalizmus és semmit nem használunk, vagy az van, hogy a plasztika minta képévé válunk, pardon, hogy ezt így mondom. Én szerintem egy ilyen középutat kellene ebben is, mint mindenben. Én azt szoktam mondani a nőknek, hogy szép az, ami igaz, és szerintem ebben pont az az igaz, hogy mindenki attól szép, amit ő saját magának valóságában úgy érez, hogy ez rendben van, és hogy ő azt igaznak éri meg, és ez független szerintem attól, hogy most magára kenne bármit, nem kell magára betetete egy szilikont vagy sem, tehát hogy egészen addig, amíg ő rendben van ezzel, és egy ilyen önazonosságot tud képviselni, addig szerintem minden oké. A testi-lelki harmónia, alapvetően egyet kell, hogy értsek. Tehát amíg ez megmarad egy bizonyos szinten, nem esünk túlzásokba a közösségi média hatására, akkor rendben van. A testi-lelki harmóniát tud kialakítani akár a sminkes, akár a plasztikai sebészet. Az a lényeg, hogy ezt helyesen alkalmazzuk. Azzal a szakemberrel azt csinálja, aki tényleg esztétikai képzésben vett részt, és nem megyünk el egy ilyen konzum eredmény irányába, például közösségi médiában, hogy egy bizonyos típusú arcforma, és mindenki azt akarja, nem. Hát a lényeg az, hogy óriási nyomás van a nőkön. Hogy ne egy másik nő hatására, ne egy férfi hatására, aki azt esetleg úgy gondolja a nő, hogy a férfi elvárja azt, hogy mondjuk ő valamit drasztikusabban változtasson önmagán. De mindenki igyekezzen saját maga lenni, ha ez kell egy pici plasztikai sebészeti segítség, vagy sminkes segítség, hogy az egyéni karakterisztikus vonásokat kiemeljék, akkor egy bizonyos határig ez elfogadható, ennek jótékony hatása van, testi-lelki harmónia megteremtése. Ugye most látjuk Pamela Andersont, hogy ő most bevállalt ezt a smink nélküli fotót. Mi van azokkal a hölgyekkel, akik bevállalták a szemöldök tetoválást, bevállaltak egy nagyobb szájat, van visszaút? Tehát ki lehet lézereztetni a szemöldök tetoválást? Ki lehet szedni a töltőanyagot a szájból? Lehet visszamenni? A plasztikai sebészként kell erre válaszolni, rendkívül nehéz, egyébként nagyon sok hölgy jelentkezik azzal, hogy megereszkedett a szemöldöke, rossz helyen van a tetovás, nagyon nehéz ezeket eltüntetni, nagyon drága lézer kell, az sem biztos, hogy hat adott esetben plasztikai sebészeti kimetszés, beavatkozás, szemöldökemelés, a szájról inkább ne is menjünk ebbe, rendkívül nehéz egy rossz töltőanyaggal feltöltött ajkat kicsinyíteni, kivenni ezeket a hegesedéseket. Sajnos sok ilyen probléma van, tehát itt is a mértékletesség a legfontosabb, nem szabad elmenni a divat irányába.
nagyon fontos szerintem, hogy hosszú távon kell gondolkozni. Tehát, hogy mindig gondoljuk végig azt, hogy érvényes lesz-e az a döntés mondjuk 5 év múlva is. Szerintem minden embernek változik az esztétikája, ez egy nagyon fontos dolog, és erre nem gondolunk, és pont ezt én naponta tapasztalom a tetoválásokkal, én naponta foglalkozom úgy nőkkel, hogy jönnek és nem győzik takargatni, hogy jaj, hát 10 évvel ezelőtt rosszul döntöttem. A tetoválásokat kiszedni én úgy látom, hogy nem olyan egyszerű, tehát hogy azért annak valamilyen módon mindig megvan a hátulütője, amivel viszont jó tapasztalásaim vannak, amit látok a környezetemben, hogy például a mellimplantátumok kivétele az egyre népszerűbb, pardon. Ki lehet vetetni? Nem is gondoltunk erre, hogy a Covid óta tényleg egyre több hölgy gondolja azt, hogy szeretne megválni. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a saját zsír átültetés, tehát a saját testszövetünk átültetése az egyre nagyobb teret nyer, egyre szebb és jobb eredményeket lehet. Egyébként arcba is tudjuk ültetni. Vissza akarja a régi mellét kapni. És egy 56 éves Pamela Anderson lehet, hogy helyileg is hízott annyit mell környéki szövetekre, hogy már nem szükséges, hogy implantátumot viseljen. Egyébként, ahogy mondod, változik az esztétikai igénye is a korral. Tehát ő nem szeretne már olyan hatalmas mellett, egyébként is hízott, azt a kis volumenpótlást el lehet érni saját zsírátültetéssel is. A tudomány, a plasztikai sebészet jár ott, hogy az implantátumot bizonyos esetekben tudja helyettesíteni saját zsírral. Ettől függetlenül mondjuk, mik a mai trendek, tehát mi most így a legnépszerűbb, túl vagyunk a nyáron, most ez az igazán jó szezonja indul be így a plasztikáztatásnak, nem? Tehát ma így 2023-ban mi az, ami mondjuk szerinted is elfogadható, meg doktor úr szerint is egy vállalható dolog, és mégis divatos? Van valami mostanában? Nagyon nehéz, mert én mindig az egyént próbálom nézni, tehát hogy annyira sokféle embert tudok szépnek látni, és mindig azt, amikor kérdezik itt tőlem, hogy szerintem mi a szép, valahogy én soha nem abban mérem, hogy van egy derék, vagy egy mell, vagy egy arc, hanem például az, hogy hogyan tartja magát egy nő, a tartás, tehát hogy tudja-e büszkén viselni magát, tudja-e kihúzni magát, tudja-e a vállait a helyén tartani, hogyha igen, ez mindegy belső dolog, tehát hogy általában azok a nők tudnak igazán szépek lenni, és szerintem a férfiakat megkérdezzük, ők is azt látják szépnek, ami boldog, ami igaz, tehát hogy soha nem paraméterek. Tele van önbizalommal. Igen, tehát hogy nem túl sok önbizalommal, de hogy legyen meg az a fajta tudatosság, hogy vállalom magam, hogy igen, én ez vagyok, de én ezt elfogadom, és így vagyok jó, ahogy vagyok. És akkor itt jön az abszolút folytatásképpen, hogy mi a szépség, ugye a formák, árnyékok, vonalak, és a kisugárzás harmónia, és a kisugárzás akkor lesz jó, ha jól érzi magát az ember a bőrében, a hölgy a bőrében, és ez más 20 éves korban, más 56 éves korban, de az a lényeg, hogy önazonos legyen. És most már azt is ki kell mondani, hogy az individuális, tehát az egyéni szépség, mindenkinek a saját karakterisztikus vonását kell kiemelni, és ez sokszor kisebb, kis módosítással érhető el. Egy enyhébb smink, vagy egy akárhogyha mondjuk botoxol, vagy arcesztétikai beavatkozásról beszélünk, ennek kapcsán írunk most egy könyvet, most fog megjelenni az arcesztétikai beavatkozások ebbe az évben a Scholar kiadó kapcsán, kiadásában. Ebbe is azt írjuk le, az a lényeg, hogy visszafogottan, egyénileg alkalmazva, és nem követve a közösségi média diktálását. Világos. Köszönjük szépen, hogy a vendégeink voltatok. Köszönjük szépen.